Hét új játékossal a keretben, Márton István irányításával vágott neki a bajnokságnak a Nyírbátori FC. Mivel a 18 csapatos mezőnyből a szezon végén 5 vagy 6 együttes búcsúzik a keleti csoporttól, a bennmaradást tűzte ki célként a Bátori Gárda. Az első fordulókban gyűjtögették is a pontokat Illés Gyuláék, aztán viszont következett egy negatív sorozat. A 8. fordulót követően a 16. helyen állt a csapat, amikor a vezetők úgy döntöttek, hogy megválnak az edzőtől. Akárcsak tavaly ősszel játékos edzőként Ambrusz Árpád vette át a szakmai munka irányítását. A váltás sikeres volt, a hátralévő 10 fordulóban 15 pontot gyűjtött a Nyírbátor, úgy, hogy az utolsó 5 meccsén veretlen maradt a csapat. Így 18 fordulót követően 6 győzelemmel, 5 döntetlennel és 7 vereséggel a 11. helyen áll az egyetlen megyebeli NB3-as együttes. Barasi Balázs elnök szerint ez az ősz más volt, mint a legutóbbi szezon. Jóval kiélezettebb, ezt lehet látni a pontokban is, hiszen a legjobb bennmaradó és a 5. helyen álló csapat között talán 5 vagy 6 pont különbség van, tehát 1 vagy 2 győzelemmel vagy vereséggel jelentősen át tud rendeződni a mezőny. Még azért nem éreztem, hogy a kiesés szempontjából lenne a mérkőzésnek még jelentősége, de tavasszal azt várom, hogy nagyon-nagyon éles csaták lesznek. A héten eldőlt, hogy nem lesz váltás a kispadon, tavasszal is Ambrusz Árpád irányítja majd a csapatot. A vezetők a téli szünetben szeretnék egy-két poszton megerősíteni az együttest. Nagyon nehéz ilyenkor igazolni, de megpróbálunk olyan játékosokat, akik esetleg magasabb osztályban nem kapnak annyi játék lehetőséget, és szeretnének játékba lendülni, úgyhogy figyeljük az úgymond a piacot, és ha lesz olyan játékos, aki szeretné ide jönni, és nekünk is megfelel, akkor mindenképpen szeretnénk erősíteni a csapaton. A Nyírbátor január 8-án kezdi el a felkészülést. A csapat NB2-es és NB3-as együttesek elleni edzőmeccsekkel igyekszik majd felkészülni a nehéznek ígérkező tavaszi menetelésre.